95%-a ugyanolyan a csomagoknak. Van benne sert és löncskús, van benne cérna megtélt zsír, tej, étolaj, májas, van benne paradicsomszósz, illetve tömlös sajt is. A lehetőségekhez képest próbáltunk olyan csomagot összeállítani, amiből akár egy egyedülálló férfi is tud valamit kezdeni, mondta Mergül Pécsi Edit, a Bátaszéki Gondozási Központ szakmai vezetője. Egy csomag értéke nagyjából 15 ezer forint, és ebből most 180-at raktak össze a központ munkatársai. Ez a 180 csomag azért nem fedi le teljes egészében a rászorulóknak a teljes névsorát, de sajnos vannak olyanok, akikkel nem állunk kapcsolatban, akik azért valahogy még az évek alatt még mindig úgy megbújnak, vagy például nem kérnek segítséget, és nem tudunk róluk. A listát a gondozási központ az intézmények és az iskolák bevonásával állította össze. A város bár a gazdasági körülményei nehezebbek, mint az elmúlt esztendőkben, folyamatos támogatást nyújtott a hátrányban vagy nehezebb életkörülmények között élő polgárainak. Mint egy 33 millió forintot fordított a város ebben az esztendőben szociális ellátásoknak a finanszírozására. Hát azt látjuk, hogy ennél többet is el lehetett volna költeni, mert egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a családok. A mostani ünnepre készülve közösségi befizetésből közel 600 ezer forint gyűlt össze, ezt egészítette ki a város annyival, hogy ma 180-an átvehették csomagjaikat. A jótékonysági akció ezzel nem ért véget, a következő napokban az érintett gyerekek a játék adományaikat kapják majd meg. A számítások szerint a karácsonyi előkészületek idején több mint 300 segélycsomaggal támogatta Bátaszék a hátrányban élőket. Köszönöm szépen! Viszontlátásra!